6 nap, 12 társulat, 14 előadás és számos további program. Március 20-a és 25-e között 6. alkalommal került sor a Nagyváradi Szigligeti Színház holnap után fesztiváljára. A színházi találkozó programjában neves hazai és magyarországi társulatuk előadásait, klasszikus színművek, kortárs átiratait nézhette meg a közönség. A fesztiválon fellépett többek között a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház, a Budapesti Duna Táncműhely, a Székesfehérvári Vörös Marti Színház, ugyanakkor először vendégszerepelt Nagyváradon a Budapesti Katona József Színház. Hova tovább, nincs is olyan színházas város Erdélyben, a Partiumban és a Bánságban, amelynek mára ne formálódott volna meg a sajátos fesztiválja. A Teszttől a Flowig, az Interetnikaitól a Nemzetiségi Kollokviumig, az Interferenciáktól a Reflexig. Hol a helye? Mitől sajátos ezen a palettán a holnap után? Van olyan színház, aki nem érzi hiányát annak, hogy feltétlenül fesztivált szervezzen, és ha arra gondolok, hogy itt Erdélybe be kell határoljam ezt a fesztiválnak a helyét, ugye értelemszerűen akkor a nagyságát, az értékét, a komplexitását is valamelyest értékelnem kell. És ugye nem csak erdélyi színházak fesztiváljaira gondolok itt, hanem a Partium részben a bonyolít tandó fesztiválokra is, ugye mert a Szatmári Színház is és a Temesvári Színház is, és más színházak is, és független társulatok is van, hogy egy párnapos fesztivál jellegű showcase-t mutatnak be. De hogy térjünk vissza a holnap után fesztiválra, én nem szeretném egy bizonyos helyezéssel illetni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan fesztivál, ami komplexitását illetően mindenképpen egy új forma, és az új formát abban is értem, hogy olyan fiatalokat, olyan alkotókat céloz meg, vagy éppen az alkotást tanuló fiatalokat céloz meg, akik mindenképpen azon a nyelven, amin kommunikálnak a környezetükkel, újdonságot hoznak, legyen az ma írodott szöveg, legyen az klasszikus szöveg. Az a gondolkodás, ahogy ők a világot látják, és ahogy ezt megosztják velünk, ez mindenképpen a fesztiválnak egy nagyon fontos szellemisége. És emiatt azt gondolom, hogy mert a tematikájában mindig elsősorban és nyomatékosan a fiatalok felé fordul, egyedi, nagyszerű, és mindenképpen a jövőben mutat. Fesztiválok általában két utat választhatnak maguknak. Az egyik az, hogy vagy választanak egy valamilyen tematikát, vagy pedig versenyeztető fesztiválok. Na most a versenyjellegű fesztiváloknak egyre kevésbé látja értelmét a szakma, és egy ilyen helyzetben, amilyen ez a holnap után fesztiválnak a helyzete, hogy a Váradi Színház ezt úgy szervezi meg, hogy nagyon erősen látszik rajta, hogy ez a saját közönségének szól. Tehát, hogy van egy ilyen hűséges odafordulás a város felé, hogy ez nem egy kizárólag a szakmának szóló elit rendezvény, hanem ez elsősorban a váradi közönségnek szól. És akkor azt hiszem, hogy a klasszikusok színevitele az a közönség szempontjából mindig egy elvárás.
hiszen Shakespeare-t tudjuk, hogy kicsoda, Molière-t tudjuk, hogy kicsoda még akkor is, hogyha nem vagyunk színházi emberek. Tehát, hogy nagyobb bizalommal megy be az ember egy klasszikus címre, mint egy olyan kortársra, akiről nem tudja, hogy mi az, és esetleg még egy olyan félelem is van a nézőben, hogy ki tudja, micsoda atrocitások fogják ők ott érni. Tehát azt is mondhatnám, hogy ez egy a szó legpozitívabb értelmében vett konzervatív fesztivál koncepció. Klasszikusok, fiatal alkotók színrevitelében, hát mi más ez, mint értékmegőrzés? Tehát, hogy olyan szavakat tudnánk használni ennek a leírására, amit csak azért nem teszünk, mert nagyon el vannak használódva ez, hogy hagyományápolás vagy értékmegőrzés. Ezeknek nagyon rossz lett a konnotációja, a politikai beszédekben elhasználódtak. De hogy ez egy nagyon nemes feladat egyébként. Lényegében tényleg arról a kontinuitásról szól, hogy kapcsolatba kerülünk 500 évvel ezelőtti önmagunkkal. Vannak olyan művek, amik azért, ha megnézzük csak magyar nyelvterületen, biztosan 3 év alatt 2-szer előfordulnak. Egyrészt problematika miatt, hogy miről szól, másrészt meg, ahogy tetszik, gondolom azért is egy olyan anyag, amit egyetemeken szívesen vesznek elő. Van Shakespeare kurzus, tehát hogy az ilyen módon kötelező. Másrészt, hogy fiatalokról szól, szerelemről szól, az ő problémájukról szól, mégiscsak megközelíthetőbb, mint a Lír király vagy a Vihar, amihez le kell élni egy fél életet, vagy ha nem egy egészet, ahhoz, hogy egyáltalán valamiféle találkozási pontunk legyen vele. Ezért játszunk, ahogy tetsziket, és Rómeó és Júliát. És gondolom, hogy a budapesti színművészeti is ezért nyúlt az ahogy tetszikhez, mert olyan problémát dolgoz fel, ami nekik közeli, amivel ők tudnak mit kezdeni, amin egyáltalán tudnak dolgozni, helyzetgyakorlatokat kitalálni, és akkor ezt így összeszűni egy előadásán. Hihetetlenül pontos olvasat, tehát a szó leghagyományosabb értelmében vett dramatikus reprezentációs színház, ami alatt azt értjük, hogy elolvassuk pontosan a szöveget, és megértjük, hogy az mit jelent, és úgy visszük színre, hogy azt az értelmet közvetíti az előadás. Ezt nem tudom, hányadikos osztályban játszották itt a Lóránd Fizsuzsannában, Váradon, mi is oda ülhettünk be, kicsit ilyen kukkoló módra, hiszen nem mi voltunk a célközönség, de hál' Istennek, hogy beülhettünk, és szépséges volt, hogy azt a szöveget, a katona szövegét, ami egy obligát, ugye ez egy penzum, olvasmány, utáljuk a középiskolában, azért olvassuk el, mert muszáj, de semmit nem értünk belőle, és ha a bánkbárra gondolunk, akkor nagy szakállas férfiakat látunk magunk előtt, hogy ez mennyire életközeli, mennyire mai, és mennyire fiatalos volt az ő előadásukban. A másik számomra példaértékű előadás, aminek itt a fesztiválon nagyon örültem, az a Szárdár Tagirovszky rendezésében a Kiodzsai Csetepati, amit a Szentgyörgyi Társulattal csinált Szárdár. Hát ez az előadás kevésbé nyúlt hozzá a szöveghez. Olyan értelemben nyúlt csak hozzá, hogy roppant játékosan bánt vele, tehát hogy a poénok szintjén enged meg magának nagy szabadságot, illetve hogy hozzáilleszti azt a zenei világot, amit ma számunkra az olaszság jelent, Albano és társai, ami számunkra ismerős. Tehát a goldoni Olaszországa nem ismerős ma már a mai romániai magyar néző számára. A Commedia dell'arte-ról nem tudunk semmit, az nem mondana nekünk semmit. Viszont Albanot és Rominát mindannyian ismerjük, ott énekelt a félnézőtér a szünetben, rendkívül jó látvány volt kifelé menet a szünetben, hogy ott dudoráztuk az emberek tovább.
nyilván Goldoni nem ismerne rá, ezt az előadást nézve nem ismerne rá a darabjára, de ez egy nagyon jó előadás, és nem mondanám, hogy megtagadja a szöveget, vagy hogy csak apropóul használja a rendező, hogy önmegvalósítson. És akkor még azt is hozzátenném, hogy beszédes szerintem az is, hogy mi hiányzik a programból, ennek a fesztiválnak a programjából. Szóval, hogy tudnánk sorolni, én főleg az erdélyi magyar repertoárból, a magyarországi kevésbé ismerem, de hogy az erdélyi színházaknak a repertoáriából tudnánk sorolni klasszikus szövegeket fiatal rendezők színreviterében, amik nincsenek itt ezen a fesztiválon, és ezt szerintem muszáj meglátni, hogy ez egy koncepcionális válogatás, tehát ez egy tudatos döntés eredménye. Az előző holnap után fesztiválok az első 4 évben nagyváradi alkotókról szóltak, és hozzájuk mérten alakítottuk ki az egyes részek tematikáját, tehát hogyha azt gondolom, hogy összművészeti fesztivál volt akkor is, hiszen az alkotók között volt színművész, irodalomtörténész, volt média szakember. Ahhoz képest most 2 éve a tematikát választjuk, és felkínáljuk a pályakezdő fiatal, vagy éppen most tanuló alkotóknak, diákoknak. Tavaly kortárs szövegekben, idén klasszikus szövegeket céloztunk meg, és általában egy-egy fesztivál után már körvonalazódik a következő év tematikája. Akár a diákok, ők maguk adják meg erre a megoldást, és nem kell nekünk sokat ezen gondolkodni. És a velük való beszélgetésen utána már könnyebb lesz számunkra is eldönteni azt, hogy mi az, ami jövőre téma lehet. Ők maguk azok, akik ezt meghatározzák szerintem. A társulatok találkozásának a színtere hosszú ideig a Kisvárdai Fesztivál volt, de hogy ez már annyira régen volt, hogy már alig emlékszünk rá. Több mint 10 éve nem működik az a gyakorlat. Vagy valami kis szöveg, vagy valami? Nagyon nagy utópia az, hogy lehetséges egy olyan rendezvényt összehozni, ahol mindenki mindenkit megnézzen, és folyamatosan végig jelen legyen. Tehát én már annak itt most nagyon örültem, hogy legalább egy nappal hamarabb érkeztek a társulatok, és mindig ült a nézőtéren egy másik társulat. Nézték egymást, a szentgyörgyiek nézték a temesváriakat. Nem tudok több példát. Volt egy példát, legalább tudunk rá. És ami számomra így személy szerint a legeslegjobban esett ebben, az, hogy reggelinél találkoznak emberek. Tehát a szállodában reggelinél találkozunk olyan kollégák, akik egyébként több száz kilométerre élünk és dolgozunk egymástól, és akkor egy kávé fölött olyan beszélgetések tudnak megtörténni, amelyek egyébként évekig váratnak magukra. Nem tudom, hogyha remélhetünk többet, és nem tudom, hogyha elvárhatunk többet egy fenntartótól. Tehát azért ezt a fesztivált mégiscsak egy olyan fenntartó pénzeli, aminek elsősorban az a célja, hogy a saját közönségének, a saját adófizetőinek kínáljon valami mást, mint amit azok az év többi részében megkapnak. És ennek csak egy járulékos pozitívuma az, hogyha tudom is én, szentgyörgyiek, székesfehérváriakkal tudnak együtt másfél órát beszélgetni szakmai kérdésekről. Kezdjünk el dalolni már, hogy az élet csak egy rózsaszál. Mi? Azt hiszem, hogy a budapesti előadás, hogy milyen megfontolás, hogy hogyan közelítették meg, pontosan nem tudom, vagy hogy miért így közelítették meg. Én azt láttam, hogy ők inkább játék ezzel az anyaggal. Tehát, hogy inkább erről szólt az este.
És mindaz, amit ők tanultak részképzésben, technikai, az ének, tánc, akrobatika, tehát hogy próbálták beleépíteni egy szóval azt a tudást, vagy azt a mindent, amit ők tudnak. És ebből lett egy nagyon szép, fiatalos, tüneményes játék. A mi esetünkben mivel ezen az osztályon 4 szakmai tanár dolgozik, tehát aki színészmesterséggel foglalkozik, én egyértelműen kijelentetten azt mondtam, hogy én megpróbálok egy szoros szerkezetet teremteni a diákoknak, ami hogy játszanak el egy egész előadás ívet, aminek megvannak már azok a sajátosságai, ami egy színházi előadásban van. Tehát, hogy ilyen módon, hogy mondjam, nem, de hogy feszesebb, vagy jobban be vannak zárva, a karaktereket szigorúbban, szűkebb keretek közt kezelhetik a történetmesélés érdekében. Egyrészt, másrészt meg, hogy valamilyen módon tehát hogy az olvasata is a szerelemről, hogy szabad-e csalnunk a másikkal szemben. Ugye ez a darab eleve egy ilyen vergődő, rossz önképpel rendelkező lányról szól, akinek nincs se anyja, se apja, mert hogy nem neveli az apja, és akkor nem tud mit kezdeni a szerelemmel. Tehát mondom, hogy egy picit úgy kezeltem őket ebben az esetben, mint rendező, de azért mégiscsak ez egy pedagógiai munka az a fél év, ami alatt a Rómeót és az Ahogy tetszik-et készítettük, tehát hogy egyértelműen az elsődleges cél az volt, hogy ők látszanak, hogy ők fogalmazzanak meg valamit, azt rakják össze, és abból legyen egy történet, aminek van egy benyomása, egy gondolata, és egy, hogy mondjam, hát mint egy előadásban egy színházi szempontja. A 6. holnap után éve a fesztiválon magán túl még 2 kiemelkedő esemény miatt maradhat emlékezetes. A közönség a fesztiválon vehette birtokba első ízben a Moszkva, korábbi nevén Szilágyi Dezső utcai Sonnenfeld palota udvarán található egykori nyomda épület felsőbb emeleteit. A 6-napos esemény sorozaton az esti bulik és koncertek, illetőleg a színész növendékek workshopja helyszínéül szolgáló egykori ipari épület nem sokára újabb, elsősorban színházi kulturális tereknek ad majd helyet. És ugyancsak 2018 az az esztendő, amely a Nagyváradi Színház számára 15 év után ismét elhozta az egyik legrangosabb magyarországi szakmai elismerést, a meghívást a posztra, vagyis a Pécsi Országos Színházi Találkozóra. Tetszik nekem ez a térfoglalás, mert valóban úgy éreztem ezelőtt 5 évvel, 6 évvel, amikor ezt a földszinti részt megnéztük, ijesztő volt. Ijesztőbb, mint az első emelet, ahogy most, amilyen állapotban most van. És valóban egy térfoglalás volt, és egy közös térfoglalás. Nagyon kevés pénzünk volt. A közadakozásból, nagy részt és támogatásból, valamint a színház saját bevételének egy minimális részéből jött ez létre, ennek a térnek a kialakítása, illetve a tulajdonosok hozzájárulásával, hiszen ők maguk is támogatják azt, hogy itt egy kulturális központ jöjjön létre, büszkék erre. És ugye eredetileg ez egy nyomda volt, ipari műemlékként kezelik, és azt gondolom, hogy nyomdaként is magához az írott szöveghez, a könyvhöz, a művészethez, az irodalomhoz nagyon-nagyon közel áll a szellemisége az épületnek, és ugye nem egy mostani, vagy most kialakult tendencia az így, hogy ipari területeket kulturális célokra átalakítanak. Nekifogtunk ennek, és mindenki a magáénak érzi. A színészeink
betontalicskáztak, a műszaki személyzet több kilométer kábelt rakott be a falba, munkaidő után, szabadságidő alatt, én meg sós tésztát sütöttem, vagy akár vizet hordtam nekik, nem tudom, mindenki dolgozott, mindenki a sajátjának érzi. Ez egy olyan közösségi tér, amit egy valós közösségi összefogás révén tudtunk létrehozni. Amikor 2011-ben újra fogalmaztuk az Önálló Magyar Színház szerkezetét, akkor én mindent hirtelen szerettem volna, és többen megnyugtattak, hogy ez nem fog egy nap alatt megtörténni. Sokszor elégedetlen voltam a fejlődés dinamikáját, akár gazdasági, akár szakmai téren mindig úgy éltem meg, hogy nem elég gyors. Rájöttem, hogy gazdaságilag könnyebb fejlődni, mint szakmailag. Mások a léptékek, mások a lépések, és pont az idei poszt a versenyprogramjának a kihirdetése előtt tettem fel újra magamnak a kérdést, hogy vajon lépünk-e idén még egyet. 2003-ban volt a Szigligeti Társulat utoljára, ez 15 évvel. És ha 5 év jelent valamit, akkor 3x 5 év az még többet jelent. És amikor fölhívtak az eredményhirdetés, hivatalos eredményhirdetés előtt, és megkérdezték, hogy akkor részt tudunk-e ezen venni, és hivatalosan közölték, hogy versenyprogramba került az előadásunk, akkor mintha úgy távolról hallottam volna a hangokat, és értettem a szót, és mégsem tudtam igazából örülni neki, mert nagyon-nagyon rég vártam erre, hogy ezt a lépést mi meglépjük, és elérjük ezt a számomra nagyon fontos célt. Ez egy valljuk be nagy szakmai elismerés. Igen, kaukázusi krétakörrel hívtak meg, és idén az az érdekes helyzet állt elő, hogy rajtunk kívül még két nagyon komoly társulat és színház vesz részt ugyanezzel az előadással. Nemrég volt egy beszélgetés, ami részt vettem, és pont feltevődött ez a kérdés is, hogy egyazon intervallumban ugyanahhoz a drámahoz nyúl több színház. Jó ez-e vagy sem? Én azt gondolom, hogy a posztválogatók ezt jónak találták, és nem csupán viccből válogattak be három kaukázusi krétakör előadást, és én is azt gondolom, hogy teljesen függetlenül egymástól színházak ugyanazt a drámaszöveget feldolgozhatják. Nem kell megfelelni, nem kell egymástól tartani, és nem kell figyelni annyira egymást, hogy nem kell függjön az egyes színházak fejlődése attól, hogy a mellette lévő megyébe vagy egy közeli helyen ugyanazt az előadást választja egy-egy rendező. Vannak olyan időszakok, amikor ugyanazt a témát választják, hiszen a rendező témát választ, és azon keresztül próbálja meg a saját szellemiségét, vagy a saját életről, vagy világról alkotott képét kifejezni.